speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok kiképzési napját tartották július 15-én Nyíregyházán. Önvédelmi és alaki foglalkozás. Minden katona számára ismerős fogalmak ezek, s melyek immár a július 1-e óta egyenruhát viselők számára is egyre megszokottabbak. A Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezredhez július 1-én 9 megyéből vonultak be az állampolgárok, akik a speciális önkéntes tartalékos szolgálati formát választották. Kiderült, közülük sokan már a szerződéses katonai pálya felé szeretnének tovább lépni. Szeretik csinálni, akarják csinálni, és a állománynak a egy bizonyos hányada, lehet, hogy a fele is már azzal a gondolattal foglalkozik, hogy hogyan tudna ő a továbbiakban is a Magyar Honvédség tagja lenni. A féléves kiképzés egymásra épülő modulokból áll. Az 5 hetes alapkiképzést másfél hónapos lövészkiképzés követi, majd a raj és szakaszszintű összekovácsolódás kerül a középpontba. A bevonult állomány az eddigi tapasztalatok szerint elszántan és eredményesen vesz részt a kiképzésen. Ha ebből a 32 emberből indulok ki, akkor képesek felvenni a ritmust egyik napról a másikra. Tehát itt már a bevonulás napján sem volt probléma, azt követően sem volt probléma. Fegyelmezettek, jó hozzáállások, minden feladatot végrehajtanak legjobb tudásuk szerint. Feladatból pedig bőven jut. A frissen bevonultak első 6 hónapjáról kiképzőjük Miró János őrmester beszélt. Itt találkoznak a katonák honvédelmi ismeretekkel, szabályzatismeretekkel elsősorban. Ezzel a kettővel találkoztak az első 2 napban, hogy megtanulják azt, hogy mi katonák milyen szabályzatban és milyen parancsok alapján élünk. Aztán következőnek találkoztak az egészségügyi kiképzéssel 5 napon keresztül. Itt a harctéri ellátáson szituációs feladatokat is már végrehajtottak. Aztán találkoznak fegyverzetismerettel. Fegyverzetismereten belül az AK-63D gépkarabéllyal. Aztán fognak találkozni a katonák alaki kiképzése, ami mögöttem is folyik, harcászatra visszük ki őket majd ki, illetve műszaki kiképzést fognak még kapni, és területvédelmi ismereteket. Volt, aki igen határozott elképzelésekkel, a hosszabb távú katonai pályát is megcélozva érkezett július 1-én az objektum kapujához. Igazából engem már több éve foglalkoztatnak a fegyveres testületek, nyilván utána is érdeklődtem, barátoktól, ismerősöktől, vagy akár ugye nagypapáimtól hallottam a történeteket, úgyhogy igazából én tudtam, hogy mire vállalkozok, mire készülök. Engem nagyon érdekel egyébként a lövészet is, vagy akár egyébként a logisztika is. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a Magyar Honvédség a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével 3000 embert akár egy éven keresztül képes foglalkoztatni. Ez idő alatt a tartalékosok bármikor visszatérhetnek a civil életbe, de akár hosszú távon is választhatják a katonai szolgálatot.